A kiállító tér is nagyon jól berendezett, nagyon széles spektrumú, és hát a közönség is nagyon érdeklődő volt, úgyhogy én mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy látogasson ki jövőre is az Upgrade kongresszusra. Dr. Takács Ildikó vagyok, egyetemi docens fülorgégész, és én az esztétika kongresszus részen voltam, és tulajdonképpen egy fogászati lézernek az arcesztétikai kezelési moduljairól beszéltem, illetve hogy milyen lehetőségek vannak még egy ilyen fogászati lézerben. Azért fontos ez a téma, mert jelenleg borzasztóan innovatív és nagyon technikai robbanás van jelenleg a fogászati kezelési területen, tehát manapság már egy-egy fogászati rendelő az nagyon high-tech-en van felszerelve. Ennek most már alapból része amúgy a lézer is, csak általában a fogászok inkább látszöveti kezeléseket alkalmaznak, soft lézert alkalmaznak. Én pedig azért voltam itt, hogy el tudjam mondani, hogy amúgy ezeknek a lézereknek sokkal nagyobb potenciáljuk van. Ugyanazok a hullámhosszok, amik működnek nekik a fogban, az endodonciában, a parodonciában, stb., az amúgy a bőrön is tökéletesen jól működik, rejuvenálásra, szépítésre, esztétikára tökéletesen jól lehet használni. Hát egyrészt én nagyon szeretem ezt a kongresszust, mert annak ellenére, hogy fülorgégész vagyok, mindig olyan lelkesen meghallgatnak, úgyhogy én nagyon szeretek amúgy itt lenni. Illetve az, amit az előbb is kiemeltem, hogy ma már egy lézernek, egy fogászati lézernek is gondolni kell arra, hogy mennyi más felhasználási lehetősége van. Minimális fizikai tudásnak a birtokában, esetlegesen az aktuálisan meglevő lézernek a használata is, amúgy az adott kezelő kezében lehet, hogy sokkal több potenciált rejt, és akár esetleg gyorsabban vissza tudja hozni az árát a rendelőben. A befektetett pénzet gyorsabban visszajön. Nekem a szervezés, nekem mindig nagyon pontosan érkeznek az e-mailek, mindig bejutok minden kapun, mindenki nagyon kedves, a kiállítók idén is nagyon sokan vannak, ugyanúgy, mint tavaly, a live demo is nagyon jól sikerült, úgyhogy én nagyon szeretem, igen, ezt a kongresszust, én csak javasolni tudom mindenkinek. Hát, hogy szakma specifikus, az biztos. De például a kokáért, ugye én csinálok nyelvfék felszabadítást, mint fülorgégész, tehát mi is csinálunk nyelvfék felszabadítást magyarul, és például én most itt vettem egy teljesen jó kis eszközt, egy kis lapocot, amivel tökéletesen el fogom tudni tartani. Ilyen nekünk a fülorgégészeti palettánkon nincsen, ez zseniális. Tehát én például biztos, hogy ajánlanám másnak is. Mondjuk ugye én az esztétikát figyelem, abban is vagyok meghívott. Én a többi részéről azért nem annyira tudok, egyrészt nem is értem, másrészt pedig ugye nem vagyok érintett a másik részében. Tehát azt nem tudom, hogy a szakma specifikus az mennyire érdekes lehet másnak. Előadóként és résztvevőként én nagyon élveztem az Upgrade kongresszuson való részvételt, most már meghívott előadóként második alkalommal. A kiállító tér is nagyon jól berendezett, nagyon széles spektrumú, és hát a közönség is nagyon érdeklődő volt, úgyhogy én mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy látogasson ki jövőre is az Upgrade kongresszusra. Köszönöm!